Megyünk meccsre ma? Tehát már három esen tudja, hogy itt a meccs az az életünk része. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtál minket az öltöződben, és megmondom őszintén, a titkaidra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit nem tudunk dr. Kis Gergelyről, és nem látunk a pályán, hanem csak az öltözőben derül ki. Kezdjük egy nagyon egyszerű témával, ami tényleg csak az öltözőben látszik, a tetoválások. Tudom, hogy van több tetoválásod, ennek van-e valami története? Egyértelműen és kizárólag az olimpiához köthetők. Én rózsát, pillangót, delfin nem raknék magamra, de a Sydney olimpia aranyérem kapcsán ott az egyik olimpiai szimbólumot felraktam, főleg az öt karika miatt. És aztán, ha már Athénban nyertünk, akkor azt mondtam, hogy hát ha van Sydney, akkor legyen Athén is. Ott pedig az aranyérmen látható Nike, a győzelem istennője, ugye Nike, ő került föl, a fej oldal, ugye az érem egyik oldala, és aztán Pekingben pedig én szerkesztettem, én terveztem egy olyat, ami így a karomon, a bicepsen megy végig az izmon, három aranyérem, három olimpiai láng, a pekingi olimpiai láng háromszor, és egy kínai csiga motívum, ami a fákján rajta volt, az olimpiai fákján. Úgyhogy ezt én terveztem meg, remélhetőleg ilyen nincs senkinek a világon. És a csapat többi tagjának is van egyébként? Mert ugye ez egy csapat sportág, gondolom, hogy itt azért van egy kemény összetartás, nem csak a vízben, hanem a öltözőben is. Arra biztosan emlékszem, hogy a Sydney olimpia után 80-an csináltuk meg a 13-ból különböző olimpiai szimbólumokat, vagy kavalállatot, vagy mást. És aztán Athénban is, és Pekingben is kerültek föl, de azt pontos számot nem tudom, de körülbelül a 60%-a a csapatnak azt mondta, hogy igen, mások meg teljesen elzárkóztak, nem akartak semmit magukra rakni a bőrükre, ami szintén megérthető, és mondom, nekem se lenne, ha nem lennék olimpiai bajnok. Vízilabdát ugye lányok is űzik, és a női vízilabda csapattal is van kapcsolat, illetve hát ez hogyan történik, a fiúk, lányok találkoznak? Megy itt a párkeresés? Vízilabdás szempontból a 12-13 éves korig tudnak a lányok együtt játszani a fiúkkal, és aztán elindul az a fajta fejlődés, ugye a férfivá válás kamaszkorban, amikor elhúznak fizikailag a fiúk nagyon, akkor nem lehet őket összerakni. Még az előfordult nálunk is, hogy 14 évesen még a felnőtt lányok ellen játszottunk, női válogatott ellen, nagyon élveztük, mert nagyon szép lányok voltak. De amikor azt gondoltuk, hogy ez milyen jó lehet, akkor egy-két pofonnal hamar kiderült, hogy nem. Nem az, mert szétszednek minket darabokra a felnőtt komoly hölgyek. Egyébként meg van egy-két párválasztó sztori, hát az én feleségem is vízilabdázó volt. Amikor 20 évesen kimentünk Nápolyba, mert kaptam egy nagyon jó szerződést a világ legjobb csapatához, akkor ő például elhatározta, hogy a háttérbe szorítja a vízilabdát és addig a főiskolát miattam, mert hogy együtt szerettünk volna lenni. Én azt mondtam, hogy vagy együtt kimegyünk, vagy együtt itthon maradunk, és ő nem akart elvenni tőlem ezt a lehetőséget, úgyhogy inkább feláldozta. Egyébként nem akart ő olimpikon lenni, vagy nem akart nagyon nagy vízilabdás lenni, szeretett az édesapja egyesületében játszani, és aztán pedig úgy idézőjelben simán, tehát ez könnyű nekem innen mondani erről az oldalról, de lemondott róla. De akkor ez egy különleges kapcsolat, és akkor nagyon régóta is tart, hogyha jól számolok. Igen, 23 éve vagyunk együtt, és már több mint 20 éves házasok vagyunk, úgyhogy 3 év után nagyon fiatalon úgy döntöttünk, hogy annyira komoly a kapcsolat, és annyira mélyek az érzések és a viszonyunk, hogy ez más nem lehet, csak házasság. Akkor ha őt kérdezném, valószínűleg megérte ez az áldozat, hogy ilyen sportolóval kötötte össze az életét. Gyerekek? Borzasztó sok lemondásra járt neki az, hogy beállt mögém a sorba. Egyrészt az, hogy ő egy talpra esett, nagyon vagány lány volt mindig is, ezért nagyon sokat segített nekem. A könyvelés, az összes papírmunka, amit egy ilyen családi ügyintézésnél, vállalkozásnál bárhol kell csinálni, az, hogy barkácsol, főz, kertészkedik, egy személyben mindent meg tud csinálni. Amiben én például sokkal gyengébb vagyok, őszinte mindenben sokkal jobb. Azon kívül, amikor a gyerekek születtek, a legnagyobb lányunk 17 lesz mindjárt, ő pedig akkor nagyon sokszor egyedül volt. Nagyszülőkre félig meddig lehetett számítani, sok mindenben segítenek, de mindenben nem tudnak természetesen. És elmentem mondjuk 3 hétre, 4 hétre edzőtáborra, olimpiára, VB-re, a világ másik felére, akkor ott volt egyedül a kicsivel, és nem volt takarítónőnk, nem volt babysitterünk, nem volt bejárónőnk, tehát ő főzött, mosott, takarított, babázott. És hát lelkileg az, hogy
ott van Ázsiában vagy Amerikában a férjem, küzd, szurkolom kell neki, amikor fölhív, akkor el kell játszanom, hogy minden rendben van, és én vagyok a szuper feleség, a lelki problémákkal meg a hiányal együtt is, és közben meg ott van a kisgyerek, aki föl kell hajnalba. Akkor mi a titkotok, hogy mégis ennyi év után is boldog házasságban vagytok? Mi a titok? Nem tudom megfogalmazni, és nem is érti azt, aki nagyon a mai kapcsolatok szerint él, hogy ha nem tetszik valami, akkor eldobom akár a házasságot is magamtól, de hogy mi az első hetektől, hónapoktól kezdve annyira egy hullámoszon voltunk, és ez a mai napig tart, a vitákkal együtt is, és ezt mi vállaljuk is, hogy szoktunk vitázni, nem azt gondoljuk, hogy kis galambok módjára, hogy csicsergünk, magyarázunk egymásnak, mint a dedósok. Vannak nagyon fontos pillanatok, amik egyébként csak jelképesek is, hogy bármilyen vita van hajnal 3-4-ig csépeljük egymás szavakkal, akkor is vége legyen egy megbeszélés, egy konszenzus, egy puszival, egy csókkal uzárjuk le a vitát, hogy úgy kerjünk föl másnap, hogy van valami rendezése, de azt se gondoljuk, hogy viták nélkül mondjuk hosszú távon lehet harmonikusan, valaki tud nálunk, mivel eléggé expresszívek vagyunk mind a ketten, ezért nálunk az működik, hogyha kibeszéljük a problémát. Apukaként hogyan tudsz szerepet vállalni a családban, hiszen sokat voltál távol? Milyen apuka vagy? Szigorú vagy? Vagy barátkozós? Más és más volt mind a három lányunknál a korszak. Az első lányunknál még egyetemre jártam, ugye pályafutásom csúcsán voltam, 2003-as VB győzelem idején 4 hónapos volt, vagy 5. A következő másfél éves voltam, amikor olimpiát nyertünk Athénban, tehát nagyon a csúcson voltam, az volt a legerősebb év a Honvéddal is. Úgyhogy ott nagyon nehéz volt, ott lopnom kellett tényleg azokat a 2-3 órákat, amikor vele tudok lenni. De mondjuk ott a késő esti edzések miatt sokszor a délután teljesen szabad volt nekem. Hogyha nem volt más kötelezettségem, akkor nem kellett éppen tanulnom se, akkor mondjuk így 1-től 2-től 6-ig 7-ig vele tudtam lenni. Az jó volt. Aztán ez átalakult annyira, hogy most már ugye civilként, hogy itt, most is itt edzés után vagyunk, de már csak heti 3-4-et edzek, és most viszont egyéb munkáim vannak, egyéb projektekben vagyok, ugye akár a nagy sportágválasztóról beszélünk, de néha teljesen keveset tudok egy nap vele lenni, néha meg mondjuk egy teljes fél napot, hétköznap is vele tudok lenni a kicsivel. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes, színes dolog most. A gyerekek mennyire illeszkedtek ebbe a sportvilágba, a sportolnak? Fontos volt nektek a családon belül, hogy ők sportoljanak? A két nagy vízilabdázik, korábban cselgáncsoztak és táncoltak, érdekes páros volt, de a cselgáncsot ezt lakóhely közelsége miatt választottuk, akkor Montenegróban laktunk, és aztán a tánc meg az ő igényük volt. Kerültem a vízilabdát, nem szerettem volna, hogy belépjenek a apuka folyójába, és ugyanezt csinálják. Aztán ők kérték, hogy szeretnének labdásportágat kipróbálni, és mondom, röplabda, vízilabda. Nem, apa vízilabdázni szeretném, biztos, gondoljátok át, nem kell kapkodni a döntése, de mondták is. Akkor elkezdtek játszani, és imádják, és nagyon lelkesek is benne vannak. Már a 3 éves is úgy kelt föl, például pont ma reggel is, hogy volt ugye a vízilabda EB nemrég, hogy megyünk meccsre ma? Tehát már 3 éves sem tudja, hogy itt a meccs az életünk része. A te sportág választásodban volt más vetélkedő a vízilabda mellett? Hát ez egy személyes játék volt. Én vizet imádó csapatban jól együttműködő kisrác voltam, már bármit csináltunk, focisztunk, vagy társasoztunk, vagy rablópandúroztunk, bármit csináltunk, számháborúztunk, én szerettem ezt a mozgást, hogy együtt vagyunk, és akkor hogy győzzük le az ellenfelet. A labda abszolút központi volt nálam, imádtam bármilyen labdasportot, és hát a víz az abszolút, ahogy mondtam. Így elég egyértelmű volt, hogy ahogy én mondták a szüleim, meg kell tanulnom úszni, nagyszüleimnek Dunaparton volt nyaralója, amiatt is fontos a víz közelsége, miatt a nyaranta elég sok időt töltöttem ott. Bármilyen strandon voltunk, én mentem neki a nagyvíznek 4-5-6 évesen, úgyhogy a gyerek tanuljon meg úszni, onnan meg előkészítőből én már rögtön mentem vízilabdázni, egy úszó nem akartam lenni, csapatlabda ez érdekelt, és aztán beleszerettem is, és egyértelmű volt. Említetted az EB-t, hogy itt szurkolóként voltál kint. Milyen érzés, hogy nem a vízben vagy, hanem szurkolóként állsz már a stadionban, a medence szélén? A részben igaz, hogy szurkolóként, hiszen a Nemzeti Sportügynökségnek vagyok egy nagykövete, tanácsadója, tehát amiatt is volt szerepem az EB-n. Kapcsolattartás a médiával, a Lennel, a Vízilabda Szövetséggel, kiemelt partnerekkel, de persze a meccsek alatt
abszolút szurkoló voltam, szakmai szemmel, de mégiscsak szurkoló. Nehéz. Az első nagyon nehéz élményem az 2013-ban volt a világbajnokság, ahogy a mi generációnk kiment London után, és az első VB-t úgy megélni, hogy egyrészt benne volt az izmaimban a mozdulat, hogy mi jön most, és tudtam, hogy én mit csinálnék abban a helyzetben, és aki benn volt épp a vízben, Benedek Tibi edzősége alatt, aki ugye csapattársam volt másfél évtizedig, majdnem két évtizedig, ő most vezérként ott van a csapattal, és hogy VB döntőbe bejutottak, hát én majdnem infarktus kaptam, és azt mondták a ismerősök, akik ott voltak a meccsnézés alatt, meg a feleségem is, hogy velem meccset nézni gyakorlatilag nem fognak, mert mindent tudok kommentálni, mindenre drukkolok, vagy szídok, vagy dicsérek, vagy előre látom esetleg a helyzetet, vagy túl idegeskedem, vagy nem tudom. De tényleg szerintem 160-180 volt a pulzusom a VB döntőn, annyira szurkoltam a fiúknak. És utána mondjuk ez egyébként lejjebb ment 2014-től, ez így lejjebb csökkent, kevesebb volt már a közvetlen élmény, kevesebb az olyan fiú, akivel együtt játszottam. Úgyhogy ez most már átment egy sima volt vízilabdás, aki érti a játékot, de most már azért szurkol inkább csak. Mondtad, hogy még itt az olimpiai ciklusban iskolába, egyetemre jártál. Hogyan tudtad összeilleszteni, akkor itt akkor volt egy párkapcsolat, család, élsport és a tanulás, barátok és a tanulás. Jó tanuló voltál? Általános iskolában nagyon. Kitűnő voltam hatodikig, aztán egy-két négyesek csúsztak be. Gimibe már jöttek kettesek, hármasok a bizonyítványba. Angol tagozatra jelentkeztem, nem sportosztályba mentem. Ez is egy tudatos döntés volt, hogy legyen B-terv, és az angolt nagyon fontosnak tartottam, és ráadásul három utcára volt tőlem a Madách gimnázium, úgyhogy ez mind jól jött össze, és örökre életre szóló barátságokat találtam, aminek nagyon örülök, a gimi padjai között. Aztán egyetemen, hát egyetemi túlélés volt a cél, egy-egy tantárs sikerült jobban, egy-két tanár persze kedvezett nekem, egy-két tanár direkt keresztbe tett nekem irigységből, ugye olimpiai bajnokként végeztem el, miközben mondjuk már válogatott voltam, amikor elkezdtük, de azt hiszem a másod vagy harmad évben volt ez az olimpiai aranyérem, még 98-ban kezdtem az egyetemet. Tovább tartott nekem, mint egy átlag tanulónak, még levelezőn is, hiszen voltak azért bukdácsolások, de megcsináltam, küzdöttem. És végül is doktor Kis Gergely lettél. Miből lett a doktorátusod? Igen, jogász lettem, és aztán néhány év szünettel még egy edzőit és egy sportszakjogászit is elvégeztem, úgyhogy mondhatom, hogy két diplomás vízilabdás vagyok, ami egyébként a vízilabdában, kedves szülők, kisebb-nagyobb lelkesedéssel, de igaz, még a mai napig is, hogy sokan tovább tanulnak és sokan szeretnek diplomát szerezni a vízilabdások közül, tehát igyekszünk ezt a párhuzamos pályát tartani. Abszolút. Az élsport és a tanulás össze tud férni, marha jó logisztika kell hozzá, szülői háttér fontos, a gyereknek tudnia kell minden nap, hogy hányos a kabát, mi fér bele az idejébe, de amellett azért meg lehet csinálni. Mennyire jellemző erre a sportágra, hogyan jelenik meg a doping a vízilabdában? Csoportos, tudatos dopingolás, amit én tudok, teljesen kizárt. Az, hogy egy-egy sportoló úgy gondolta-e, akár fiatalon, akár így pályafutása csúcsán, az elmúlt 30-40 évben, hogy valamit ő most kipróbál, mint erősebb lesz, vagy izmosabb, az csak részigasság, mert a vízilabda tényleg annyira összetett, hogy a úszás tudás mellett, tehát kell egyfajta vízben való jártasság, a lábtempózás, a tüdőkapacitás, a ravasság, a csapatban gondolkodás, annyi minden kell hozzá, hogy egy valami miatt, hogy most én erősebb legyek, attól nem lesz jobb játékos feltétlenül. Tehát ez csak ez nem egy 100 méteres síkfutás, vagy egy kerékpárverseny, hogy mész mind az őrült, és akkor attól az megéri. Úgyhogy ez remélhetőleg a vízilabdában nincs meg, vagy nagyon-nagyon véletlenül valaki bolond módon azt gondolja, hogy ez jó, és ő csinálja, hogy tényleg egy-egyről beszélhetünk maximum, remélem, vagy nulláról. Mi egy élsportolónak a hobbija? Hát ez is vízilabdás körben teljesen szertágazó. Van, aki vadászik, horgászik, autót szerel, sok minden előfordul. Nekem, ami ilyen nagyon konkrét, az, hogy én Ford Mustang szerelmes vagyok, van egy 65-ös Mustangom, és emiatt a dolog miatt 4 éve megkaptam a nagyköveti pozíciót, és van egy új autóm is, úgyhogy két Mustang van a garázsban. Ez egy óriási élmény, tehát az élmény autózások azok
amikor az időjárás meg a szabadidő megengedi, akkor benne vannak a havi rendemben, heti rendemben. Ezen kívül én nagyon szeretek utazni, az nagyon elő van a családunk kívánságlistája mindig, hogy Magyarországot és a világot minél jobban megismerjük. Emellett pedig nagyon szeretek olvasni, és ha időm lenne több, akkor még többet járnék színházban, mert az hiányzik. Meg sok filmet, sorozatot is nézünk, amikor van egy ilyen fél óránk, másfél óránk, akkor azért igyekszünk így a popkultúrának is adni egy kicsit. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy beavattál az öltözői titkaidba, és egy utolsó kérésem lenne, egy autogramot szeretnék tőled kérni az ingemre. Kérlek, hogy válasz ki egy Mickey Egeret, ami szimpatikus, és tennek, hogy egy szignót teszel nekem mellé. Hát akkor legyen a szívednél, jó, hogyha már... Szívemhez. Szívedhez szólok, meg remélem a szülőkéhez is, hogy egyébként vízilabdázom a gyerek. Gyerekként én is próbáltam vízilabdázni, de nem nekem ilyen. Nem ért le a lábam. Köszönöm szépen, Gergő. Köszönöm én is. Köszönöm szépen még egyszer.